Kovács Béla szülőház a Pécs-Patacsi város részében. Itt tartották a kommunizmus áldozatainak emléknapját pénteken. Ahogy a 47-es évben félni kellett már attól, hogy idegen hatalmaktól megszállva nem lehet önálló és független Magyarország, úgy ez ma is így van, noha nem látjuk az ágyúcsöveket, nem látjuk a géppuskákat, de ma is vannak nagy hatalmak, akik mindent megtesznek azért, hogy Magyarország ne lehessen független. Úgy gondolom, hogy ezért minden alkalommal meg kell küzdenünk. Három hullámban támadt a kommunizmus hazánkra. 1919-ben, 1947-ben, majd az 56-os forradalom után. Mindig megölt, megvert, kisemmizett, megalázott áldozatokat hagytak maguk után ezek a történelmi események. Erre emlékezünk most, és erre kell emlékeznünk az áprilisi választás idején is, mondta Hoppár Péter. Van mire emlékeznünk ma is, amikor a tét megint az, hogy az a baloldal térjen vissza, amelyik jogörökese ezeknek a szörnyűségeknek, az a baloldal jöjjön vissza, amelyik demokratikus keretek között már néhányszor elnyerte a választók bizalmát, de akkor tönkretették Magyarországot, és most újra Gyurcsány Ferenc jönne elő, és újra ő mondaná el, egyébként egy rablott villából elindulva minden nap, hogy miről is szól a demokrácia. Nem hagyjuk, nem engedjük. Az emléknap időpontja azért február 25-e, mert 1947-ben a szovjet megszálló hatóságok ezen a napon tartóztatták le Kovács Bélát, a független kisgazdapárt főtitkárát, akit országgyűlési képviselőként mentelmi jog védett. Ez volt az első lépés Magyarországon a totális egypárti diktatúra kiépítése felé.